A Dombóvári Kosársulik Közhasznú Egyesület elnöke Cétány László írta alá Szabó Lóránt polgármesterrel a klub idei támogatási szerződését, ami ezúttal 3,5 millió forint. Emellett természetesen a Szuhaj Sportcentrumban tartandó edzésre kért nem kell bérleti és rezsidíjat fizetnie a szervezetnek. Az épületet az önkormányzat minél komfortosabbá próbálja tenni annak érdekében, hogy az egyesületek számára megfelelő edzési lehetőséget biztosítson. Elértük azt közösen, hogy a kosárlabda teremnek az ajzatát, a borítását egyrészt taupénzből, másrészt önkormányzati támogatásból ki tudtuk cserélni egy nagyon korszerű, nagyon ruganyos kosárlabdára teljesen alkalmas borításra, és hát előtte vagyunk ugye egy következő lehetőségnek, amit megpróbálunk szintén végcélig elvinni, ez pedig a teremnek a világítás korszerűsítése. A szerződés aláíráson a kosársuli elnöke elmondta, hogy úgy döntöttek, a továbbiakban a felnőtt csapat elválik a kicsiktől, hiszen őket másféle szempontból szükséges támogatni, mint az utánpótlást. A két egyesület között természetesen nagyon komoly kapcsolat marad, ugye lévén, hogy az NB1-nek mindenképpen feltétele az, hogy az alsó korosztályokban is meglegyenek a csapatok. Cétány László elmondta, hogy az utánpótlásban szereplő közel 250-300 gyermek a szakmai munkát továbbra is megkapja, hiszen Dombóvár egy kosaras város, mint a sportot űző gyermekek, mint a felnőtt csapatok meccsére érkező szurkolók száma is azt mutatja, így továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy eredményesek maradjanak.